Mire készüljek verseny után? Harmadik rész. Maradjatok velem! Üdv mindenkinek! Tariánem vagyok, és itt is vagyok a harmadik része, azaz mire készüljek a verseny után? Első. Azt tudnatok kell, hogy az anyagcserétek mivel már belassult. Ezért most nagyon szépen lassan fel kell gyorsítani vissza, hogy visszakerüljön a kezdő pozícióba vissza. Tehát nyilván, ha diétáztok, akkor ugye, ahogy említettem már, diétánál belassul az anyagcsere. Tömegelésnél pedig felgyorsul az anyagcsere. De most, amit ne csináljátok, az az, hogy visszaálltok a régi ételrendetekre. Mert hogyha mondjuk 2000 kalóriáról visszamész arra 3200 kalóriára, akkor olyan szintű zsírt fogsz magadra pakolni pár héten belül, hogy fél Magyarország sírni fog. Fél Magyarország sírni fog, még lehet Pumped Gabó is, ugye a Pumped Gabó. Erről a csávóról nemrég hallottam, de most ez mindegy, tehát még ő is sírni fog valószínűleg izomfájdalmában, még ő is sírni fog. Sőt, még a Kati Béla is sírni fog fájdalmában, ami azért elég ritka. Na most a lényeg, hogy ezt hívják reverse dietingnek, ami azt jelenti magyarul, nem tudom, hogy fordítsam, a lényeg, hogy a diétának az ellenkezőt csinálod. Tehát vagy a diétával, ugye eddig úgy csináltad a diétát, valószínűleg, hogy mondjuk tegyük fel, volt egy adott kalória mennyiség, mondjuk 2800 kalóriáról kezdtél diétázni, és mondjuk minden második, harmadik hétben elvettél 2-300 kalóriát. Na most, hogyha mondjuk 2000 kalóriáról kezded, ugyanezt kell csinálni, csak visszafelé. Ezt ne felejtsétek el, ugyanis az anyagcsere, ugye be van lassulva, tehát mit csinálsz most? Van a 2000 kalória, ahol abba hagytad a diétázást, ugye a szálkásítást, most szépen lassan visszaemeled őket. Tehát nem 2000-ről felmész 2008-ra, 2000-ről felmész 2003-ra két hétig, illetve még a kardiót lecsökkented a felére. Nem hagyod el, csak lecsökkented. Aztán 3 hét múlva felmész 2006-ra, a kardiót megint lecsökkented a felére. És mondjuk egy ilyen 6-7 hét múlva, de jól hangzik, akkor pedig visszaállsz a régi étrendedre, úgymond, és azt követed. Ez nagyon fontos, hogy megakadályozzuk a zsír felhalmozódást, ugyanis, ahogy említettem, ugye a testben van lassulva, tehát ez nagyon fontos, hogy ezeket figyelembe vegyük. Illetve valamilyen szinten nehéz lesz elengedni ezt a szálkás fizikumot. Én azt tapasztaltam, hogy mondjuk verseny után is nagyon sokáig ugye azt csináltam, hogy tovább diétáztam, vagy nem ettem eleget, ezért a tömegnövelés, úgymond az off-season fázis az nagyon gyenge volt, tehát nem is nagyon tudtam izmot építeni, de próbáltam volna ezt a szálkás fizikumot megtartani, mert lássuk be, hogyha valaki leszálkásodik, hogyha belemész a tükörbe, ugye nyilván kisebb vagy, meg lehet, hogy kicsit gyengébb vagy, viszont az izomformáid ugye kijönnek, olyan izmokat fogsz látni, amiket még eddig nem is láttál, csak lehet, hogy könyvbe láttál, vagy még könyvbe se láttál. Nem lesz jó érzés elengedni ezt a szálkás fizikumot, ezt a szálkás versenyformát, viszont muszáj lesz elengedni, mert ezt nem lehet tartani. Tehát nagyon sokan ugye jöttek oda hozzám, amikor ugye verseny után voltam, vagy úgymond verseny felkészülésemben, hogy fú, de jól nézek ki, bárcsak úgy néznének ki, mint én, viszont az az igazság, hogy abban a fázisban te nagyon nem akarsz lenni túl sokáig, mert a testet olyan szinten megterheli, illetve a belső szerveket is, illetve a hormonokat is. Én mondjuk azt tapasztaltam, hogy mondjuk csináltam egy ilyen vértesztet, amikor lemente 3%-os testzsír, és nekem azt mutatta, hogy a tesztoszteron szintem a felére csökkent. Mondjuk egy 12 hetes diéta után a tesztoszteron szintem a felére csökkent. Illetve állandóan fáztam. Tehát nagyon sokféle ételt, nagyon sokféle kaját megmozd magadtól, ezért úgymond ez tönkrevágja a hormonjaidat hosszú távon. Tehát versenyfelkészülésben nem lehet és nem is jó, nem is szabad lenni túl sokáig, mert nagyon megterheli a testet. Nagyon igénybe veszi a testet. Tehát amit tudok tanácsolni, az az, hogy tudd magadról azt, hogyha neked ez sikerült elérni ezt a fizikumot, ezt a szálkás fizikumot, úgymond a kemény munkával, illetve a türelmeddel, akkor tudod kell azt is, hogyha visszaizol egy kicsit, vagy hogyha már nem lesz olyan formába, hogyha már nem lesz kockás a hasad, nem mondjuk tömegelsz, tudd azt, hogy akármikor
el fogod tudni érni ugyanazt a szákás fizikumot, sőt még jobb formába tudsz kerülni az idő múlásával. Viszont verseny után ne esd bele abba a hibába, amiben én beleestem, hogy próbáltam tartani ugye a formámat túl sokáig, és konkrétan tönkre vágtam magam, és a következő versenyre már szarabbul néztem ki, mint előtte, meg már ugye nagyon sok erőt veszítettem, de nagyon sok izomtömeget. Tehát aminek mennie kell, annak mennie kell, az ilyen. De viszont készülj rá az off-szezonra, készülj rá a tömegnövelésre, legyenek új céljaid, legyen a cél mondjuk az erőnövelés, mondjuk a következő szezonra mondjuk egy jobb forma kialakítása, egy szákásabb fizikum, nagyobb izomtömeggel mondjuk, legyenek céljaid még, hogyha verseny után vagy is. Ha tetszett ez a széria, ez a mire készüljek verseny felkészülésnél széria, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra, és nyugodtan írjátok le kommentben, hogy mit gondoltok. Hogy ti hogy látjátok, vagy hogyha már volt ugye verseny felkészülésnél, akkor ti mit tapasztaltatok, ti hogy tapasztaltátok meg, mi vált be, vagy mi nem vált be. Nagyon szépen köszönöm, hogy figyeltetek. Mindenkinek jó edzést és jó off-szezont, vagy versenyfelkészülést. Tarjánem voltam. Peace!